A hét nap nem kapta meg szeptemberben azt a tartományi támogatást, amire számítottak. Ennek következtében az itt dolgozók csupán csak fizetésük felét kaphatták meg. Folyik a munka a hét nap szerkesztőségében. A lap költségvetésének 70%-át a tartományi támogatások teszik ki. Amennyiben huzamosabb ideig nem folyósítják a pénzeszközöket, veszélybe kerülhet az intézmény fennmaradása. László Edit, a heti lap igazgatója elmondta, olyan tájékoztatást kaptak a tartománytól, miszerint igyekezzenek megtakarításokat véghez vinni. Szeptember elején, úgy kezdődött az egész, hogy szeptember elején kaptunk egy úgymond figyelmeztető körlevelet, amelyben a tartományi titkárság felhívja a figyelmünket arra, hogy jó gazdamódjára bánjuk a pénzekkel, illetve csak a prioritásnak számító tételekre koncentráljunk, mert probléma lesz. Tehát ebben a levélben konkrétabb, pontosabb dátumok, összegek nem szerepeltek, és ahogy múlt az idő, azt tapasztaltuk, hogy nem jön az átutalás a tartománytól. Ez a hét nap esetében, mint a többi kisebbségi sajtó esetében is egy éves szinten megbeszélt összeg, amit havi rendszerességgel utaltak át. A Magyar Szó igazgatója szerint nehezen működik a tartományi költségvetés szabad forrásainak feltöltése. Azonban úgy értesült, hogy a pénzügyi megvonások a kisebbségi médiumokat ebben az évben nem érintik. Ökrész Rozália azt azonban leszögezte, hogy a támogatások megvonása esetén rendkívül nehéz helyzetbe kerülne a napilap. Ma itt megelégedéssel konstatálhatom, hogy az eszközeink nem kerültek lefaragásra, úgyhogy a Magyar Szó továbbra is, és az összkisebbségi sajtó ebben az évben megkapja a tervezett havi támogatási eszközöket. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet illetékesei egyelőre nem aggódnak. Megvárják a hivatalos álláspontot az üggyel kapcsolatban. Az intézet negyedévenként kap támogatást a tartománytól, azonban ha a tervezett pénzösszegek késnének vagy drasztikusan csökkennének, veszélybe kerülhet az intézmény fenntartása. A változások kapcsán megkerestünk vajdasági magyar kulturális intézményeket is. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központot, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséget nem érinti a pénzügyi módosítás, ugyanis ők pályázatok útján jutnak tartományi eszközökhöz.